Isten tiszteletünk és egész életünk megáldása, megszentelése az örökké való Istentől, aki tegnap, ma és örökké ugyanaz marad. Amen. Kedves testvéreim, szeretett gyülekezet, hallgassuk meg együtt Isten szent igéjét, ahogyan szól hozzánk a vasárnapon. A református biblia olvasó vezérfonal szerint a mai napra kijelölt új szövetségi részből, Máté evangéliuma 21. fejezetéből, a 33. verstől a 46. versig terjedő szakasz olvasom, hitünk épülésére, lelkünk erősítésére. Amíg Isten igéjét felolvasom, és arról az ő szent lelkét hívva segítségül bizonyságot teszek, a gyülekezet leülve, nyitott szívvel hallgassam meg. A megnevezett helyről, Máté evangéliuma 21. részéből, a 33. versből így szól hozzánk Isten hívott igéje. Jézus ezt mondta: hallgassatok meg egy másik példázathoz. Volt egy gazda, aki szőlőt ültetett, kerítéssel vette körül, borsajtót készített, és őrtornyot épített benne. Aztán bérbe adta munkásoknak, és idegenbe távozott. Amikor elérkezett a szünet ideje, elküldte szolgáit a munkásokhoz, hogy vegyék át a nekiálló termést. A munkások megfogták szolgáit, és kit megvertek, kit megöltek, kit pedig megköveztek közülük. Aztán ismét küldött szolgákat, többet, mint először, de ugyanígy bántak azokkal is. Utoljára pedig fiát küldte el, mert úgy gondolta, a fiamat meg fogják becsülni. De amikor a munkások meglátták a fiát, így szóltak maguk között: ez az örökös, gyertek, öljük meg, és azután milyen lesz az öröksége. Majd megfogták, kidobták a szőlőn kívülre, és megölték. Vajon majd, ha megjön a szőlő ura, mit tesz ezekkel a munkásokkal? Azok ezt felelték neki: mivel gonoszak, ő is gonoszul veszti el őket, a szőlő pedig más munkásoknak adja, akik megadják a termést a maga idejében. Erre megkérdezte tőlük Jézus: sohasem olvastátok az írásokban, az a kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő. Az Úrtól lett ez, és csodálatos a mi szemünknek. Ezért mondom nektek, hogy elvédetik tőletek az Isten országa, és olyan népnek adatik, amely megterni annak gyümölcsét. És aki erre a kőre esik, összezúzza magát. Akire pedig ez a kő ráesik, az szétmorzsolja. Amikor a főpapok hallották Jézus példázatait, megértették, hogy róluk beszél. Szerették volna elfogni, de féltek a sokaságtól, mert az prófétának tartotta. Amen. Isten áldja meg szívünkben a hallott igéket, jöjjetek és válaszoljunk rá imádságra nekünk. Örökké való Istenünk, szerető mennyei édesatyánk, hálatelt szívvel léptük át házad küszöbét. Kegyelmes Isten vagy, aki kimondhatatlanul szeretsz minket. Köszönjük, hogy az elmúlt héten is megtartottál bennünket, hogy adtál erőt dolgaink végzéséhez, hogy irányt mutattál nehéz helyzetekben, és magasztalunk azért, hogyha örömöt találtunk mindabban, amiben jól tudtunk dönteni, amelyben a te fiad, a Krisztus által mintaként kapott szeretet határozhatta meg az érzéseinket, a gondolatainkat,
a szavainkat és a tetteinket. Bocsáss meg, hogyha nem tudtunk mindenben a szeretet iránymutatása alapján tenni. Bocsáss meg nekünk, hogyha még mindig előtérbe helyezzük magunkat, ha még mindig görcsösen féltjük az életünket. Áldunk azért, hogy ma is úgy vagy itt közöttünk a te lelkeddel és erőddel, hogy felbátoríts elengedni mindazt, amit szorítunk a kezünkben, a szívünkben, a gondolataink között. Elengedni, hogy szabadok lehessünk a te számodra, és szabadok lehessünk egymás számára és az életnek. Könyörülj meg rajtunk, szólj hozzánk és taníts minket, Fiat Jézus nevében. Amen. Kedves testvéreim, énekkel készüljünk az ige hirdetésre, imádságos szívvel énekeljünk a 274. számú dicséretet, a 274. énekünknek is a harmadik versét, amely így kezdődik, csak léged kissé áldott csendben, magadban békességre lesz. Azért gondolom ezt, mert a művészetről tudjuk, hogy amit közvetít nekünk, az egészen szabad lélekkel teszi. Egy szoborról, egy festményről mindenki azt gondol, amit akar. A művészet, hogyha igazi, akkor meghagyja nekünk a léleknek a szabadságát. Mozgásba hozza az emberi képzelet erejét. Elkezdtem én is így nézni a Jézus példázataira, és azonnal felszabadultam arra, hogy egy példázatnak nem csak egyféle üzenete lehetséges,
hanem nagyon sokféle. Eszembe jutottak a tanítványok, a 12, akik nagyon messze álltak a léleknek ettől a szabadságától, szentül hitték azt, hogy Jézus példázatainak, tanításainak csak egyetlen egy üzenete van. És azt az ember vagy megtalálja, vagy nem. Ilyesféle aggodalmakkal kérdezték gyakran Jézus, vagy kérték őt, hogy Mester, magyarázd meg nekünk ezt a példázatot. Persze jól jött nekik a jézusi magyarázat, és még jobban jön nekünk, hiszen a Biblia ezeket is megőrizte számunkra. Nem csak a példázatokat, hanem néhány magyarázatot is, amiket Jézus a példázatokhoz fűzött. Például a nagyvető példázatának a magyarázatát nem csak a tanítványok hallhatták, hanem mi is olvashatjuk. De az a helyzet, hogy amilyen módon Jézus megmagyarázott egy-egy példázatot a Bibliában, az még további értelmezésekre ad lehetőséget. Mondhatnám azt is, hogy Jézus szinte kinyitja a példázatait, vagy megmutatja, hogy még hányféle ajtó és ablak van, amin át ki lehet menni tágasabb térre, vagy ki lehet tekinteni sokkal szabadabban. Jézus példázatainak az üzenete változhat történelmi koronként is. És az ember életében is. A hitbeli fejlettségünktől, a pillanatnyi lelki állapotunktól is nagy mértékben függ, hogy mit üzen nekünk egy-egy jézusi példa. A mai igében egy olyan népszerű példázattal van dolgunk, amely az első három evangélistát, Mátét, Márkot és Lukácsot is meghívette, megérintette, és arra késztette őket, hogy kisebb-nagyobb eltérésekkel, de mind a hárman feljegyezzék ezt a jézusi példázatot. A maga korában ez, amit Jézus elmond, egy nagyon tetszetős történet lehetett a szőlőmunkásokról. Sőt, az is kiderül róla, nem is Jézus találta ki ezt a történetet, hanem vette valahol, kiszínezte és átültette a maga korába. Évszázadokkal azelőtt, hogy ezt Jézus elmondta volna, Ézsaiás próféta egy gyönyörűséges éneket énekelt ki a lelkéből, hallgassunk csak bele Ézsaiás énekébe. Az 5. fejezetben ezt írja. Dalt éneklek kedvesemről, szerelmesem szőlőjéről. Szőlője volt kedvesemnek kövér hegyoldalon. Felásta, megtisztította a kövektől. Beültette nemes vesszővel. Közepére tornyot épített. Sajtót is vágatott benne. Jézus előveszi ezt a félig meddig szerelmes éneket, komponál belőle egy másik dalt, egy mai példázatot. Legalábbis az ő korában mainak számító, de egészen máig hatóan érvényes példázatot. Méghozzá úgy cselekszi ezt Jézus, hogy beleszerkeszti a korabeli palesztinai viszonyokat. Jézus korában ugyanis bőven akadtak olyan földterületek, amelyeket távoli idegen tulajdonosok vettek meg, és aztán elutaztak messzire, és ezt a megvett földet kiadták bérmunkásoknak. Ez a mozzanat, ez a folyamat, hogy idegenek kezébe kerül atyáik földje, arra késztette Jézus Krisztus, mint jó hazafint,
egyáltalán nem örült ő annak, hogy már félig meddig eladták az országát. Ezért vált hangsúlyossá a példázatában, hogy a gazda miután mindent gondosan előkészített, idegenbe távozott, így fogalmaz, elment a gazda. Most érkezünk el ahhoz a ponthoz, hogy rávilágítsak arra a fél mondatra, amely az én lelkemben a leghangsúlyosabb lett, hogy elment a gazda. Elment az Isten. Ezt a mai alkalmat, ezt a mai Isten tiszteletet, amikor mi találkozunk az Isten igéjével, Jézus szavaival, amelyet hallottuk, sokkal régebbre visszamutat egészen Ézsaiásig, vagy még azt is lehetne visszám vezetni. Most ezen a mai alkalmon mondhatom így, hogy író-olvasó találkozón én szeretnék rávilágítani, vagy szeretnék rávilágítani erre a rövid gondolatra, hogy elment az Isten. Ez nem egy kifejezetten jézusi gondolat. Mondhatnám azt is, hogy első hallásra szinte eretnekségnek számít. Mi az, hogy elment az Isten? Messzire utazott. Szinte kivonult ebből a világból. De ezt mondja Jézus. Hogy mondhat ilyet? Ő, aki egész lényében azt hirdette a világnak, hogy általa benne velünk az Isten. A példázat minden kétsége kizárólag most is, noha nem tette hozzá a megváltó, az Isten országáról beszél. Hasonló a mennyek országa a gazdához, aki szőlőt ültetett, minden gondosan előkészített, aztán idegenbe távozott. Szabad néha így érezni. Szabad barátkozni ezzel a gondolattal, hogy ez nem Isten káromlás, amikor ezt mondjuk, vagy ezt gondoljuk, hogy elment az Isten, itt hagyott magamra. Jézus nem ezt érezte a keresztfán. Én Istenem, miért hagytál el engemet? Akik hallották ezt ott a kereszt alatt, annyira elképzelhetetlennek tartották, hogy azt hitték, hogy Illés prófétát hívja, amikor Éli nevét emlegette. Mert elképzelhetetlen, hogy a Jézus Istene valakit elhagyjon, különösen nem Jézus. Kedves testvéreim, szabad azt érezni, hogy elment az Isten, hogy egy időre eltávozott, hogy bezárult a fejem felett az ég, és mondom, sok vesztes szívvel, mondom, gyászoló szívekkel együtt, hogy igen, lehet ezt érezni, hogy elment az Isten. Nem áll távol tőlünk ez a gondolat, és megengedi a mennyei Atya, hogy egyszer-kétszer olyan igazán átfésülje a lelkünket, hogy elment az Isten. De mit is üzen nekünk Jézus? Az elmenő Istenről, az idegenbe távozó Úrról. Milyen gondolatokat ébreszt bennünket ez a hír, hogy elment a gazda? Azt, hogy most már szabad a vásár? Azt, hogy most már mindent szabad? Valójában ezt üzeni. Valójában ezt üzeni. Hát a példázat voltaképpen egy olyan lelki állapotot kíván megjeleníteni, kirajzolni és kihangosítani, amikor az embernek önmagában számolni kell azzal a lehetőséggel, hogy hogyan fogok én viselkedni akkor, amikor fizikai módon nem élem át, nem tapasztalom meg az Isten jelenlétét.
Jézus korában ez egészen másképpen hangzott. Mennyien voltak, akik tanulni lehettek Jézus tanításainak, még inkább a csodatételeinek, és hát persze könnyű volt ezen élmények hatása alatt hangos szóval megvallani, hogy Jézusban velünk az Isten. De már ott a tanítványság korszakában is többször át kellett élni, hogy nincs ott velünk mindig Jézus. Amikor azt mondja nekik, na menjetek át a túlsó partra, és viharba kerülnek. Különös dolog átélni ezt, hogy mit is jelent el nem ereszteni a bensőségességét, a személyességét annak, hogy velem van az Isten akkor is, amikor nem látom. És úgy is élni meg a pillanatot, úgy is hozni döntéseket az életemben, kis vagy nagy döntéseket, hogy bár nincs ott az Isten, de belül mégis velem van, és meghatározza az életemet, a viszonyulásomat, a döntéseimet. Isten és ember kapcsolatát, hogy egy kicsit jobban megértsük, érdemes ezt egészen egyszerűen lebontani ember és ember kapcsolatára. Az egészen kezdeti korszak, a gyermek és az édesanyja kapcsolatára. Arra a leges-legelső időszakra, ami a megszületése utáni hetekben, hónapokban történik, amikor egy kicsi gyermeknek az az élménye az édesanyáról, az elmélyülő élménye, hogy anya mindig velem van, hogy mindig lehet rá számítani, hogy szinte abban a pillanatban, amikor egy vágyam, egy érzésem bennem megfogalmazódik, és annak én egy sírással vagy egy nyöszörgéssel hangot adok, már ott érezhetem az anyai kéz melegét. Úgy hívják ezt az érzést, ami ott akkor mélyül, szilárdul, hogy az ős bizalomnak az érzése. És csak ebből tud kinőni az az érzés, hogy már megtapasztalhatja egy kicsi gyermek, hogy egy kicsi időre vagy hosszabb időre, ha el is megy, ha eltávolodik tőle az édesanyja, talán csak percekre, aztán később akár kicsit hosszabb időre is, tudja, hogy akkor is számíthatok rá, hanem azonnal, hanem majd a következő percben, vagy az azt követőben elégíti ki a vágyaimat. Ha most nincs mellettem, de visszajön, egészen biztos, hogy visszajön. Ebből születik meg a gyermeknek a bizalma a világ felé, meg önmaga felé is, meg az embertársai felé is, meg később az Isten felé is, hogy ő akkor is velem van, ha nem látom. És ebből alakul ki az az érzés, hogy itt-ott már önállóan is tudok dolgokat megtenni, döntéseket hozni. És én úgy hiszem, hogy Jézusnak a példázata erre világít rá ma délelőtt, hogy mit is jelent felnőtt korú keresztjének lenni. Azok a szőlő munkások, akiket Isten, vagy a szőlős gazda első körben oda állított a szőlős kertbe, mikor a gazda tőlük eltávozik, akkor ez nem kellett volna, hogy bármi is változtasson. Nem kellett volna, hogy ott abban a pillanatban, amikor a gazda elmegy, az anyagi érdek rögtön felülmúlja a gazdához való viszonyulásukat, iránta való szeretetüket, hitüket és bizalmukat, de felülmúlta. Mert legbelül nem volt minden rendben. Legbelül nem volt minden a helyén. Ők se voltak a helyükön. Talán kevés volt a magukba vetett bizalmuk, kevés volt az élet értelmébe vetett hitük, kevés volt az Istenbe vetett hitük. És ott akkor, amikor egy olyan helyzetbe kerültek, hogy nincs itt a gazda, akkor ez ahelyett, hogy eltöltötte volna őket, azzal a lelkesedéssel, hogy
ránk lehet nézni az egész szőlőskertet. El mert menni a gazda idegen, távoli vidékre, elutazott, mert tudta, hogy az ő jószága, vagyona, birtoka jó kezekben van. S ha majd visszajön, akkor megsokszorozva kapja vissza. De nem így történik. A pillanatnyi anyagi érdek mindent felülmúl és lerombol. Kedves testvérek, ezen a példázaton keresztül, mintha a mi Urunk Jézus Krisztus a felnőtt kereszténységre tanítana bennünket, ami nagyon fontos. Tehát a felnőtt kereszténység egy kisgyermek életével, két kisbabának az életével kezdődik, ahogy ma is a kereszténységben megtapasztaltuk és láttuk, és mennyire nem mindegy az, hogy hogyan nőnek fel a gyermekeink, hogy milyen biztonság és bizalom veszi őket körül, hogy hogyan engedjük el őket az életbe. Vagy érdemes visszagondolni, hogy minket hogyan engedtek el az életbe. Hogy sokszor mennyire nem könnyű megbízni nem csak az Istenben, meg a másik emberben, még saját magunkban sem. De akkor sincs minden elveszve. Mert Jézus Krisztus szól és tanít bennünket, és tanít arra, hogy ha elment az Isten, ha testileg távol van tőlünk, ha nem, nincs ott mindig a sarkunkban, akkor ez nem azt jelenti, hogy akkor mindent lehet, akkor azt teszünk a világgal, amit akarunk, és azt teszünk egymással, amit csak akarunk, hanem ez azt teszi, azt jelenti, hogy ennyire megbízik bennünk a szerető mennyei Atya, hogy elengedett kézzel, de benne való mélységes hittel járhatjuk az életünk útját, és mindig azt reméli, hogy akit elküld, azt meg fogjuk becsülni. Két családba egy-egy gyermeket küldött, azzal a hittel és szeretettel, hogy meg fogják becsülni. Hát persze, hogy meg fogják becsülni. Megadják neki azt, amire igazán szüksége van, testének és lelkének egyaránt. De jó volna egymást a családban és a gyülekezetben is mindig megbecsülni. De jó volna a szembejövő embertársban mindig azt meglátni, akit Isten küldött, hogy próbáld megbecsülni. Neki mindig a legjobbat megadni, amíg együtt vagyunk az úton, amíg együtt járjuk az életünk útját. Jobban a szívünk, amíg levegőt veszünk, amíg van tudomásunk arról, hogy kik vagyunk és mit csinálunk, addig nem késő egymást tiszta szívből megbecsülni és igazán szeretni, hogy gyönyörködjék bennünk a mennyei gazda. Így legyen. Amen. Jöjjünk meg és válaszoljunk Istenünk megszólító szavának üzenetére, imádságban neképpen. Mennyei édesatyánk, köszönjük neked, hogy hihetetlen módon becsülöd ezt a világot, és benne kezed alkotását az embert. Hogy készen vagy értünk az egész világot felforgatni, csak hogy utánunk gyere, hogy a te szereteteddel visszahívogass bennünket a te jelenlétedbe, az atyai házba. Köszönjük, hogy ezen a délelőttön is harangok hívó szavával, lelked hívásával ugyanezért hívtál szent házadba. Hogy eszméltess, hogy ráébresz arra, kik vagyunk és mi a dolgunk, hogy küldetésünk van ezen a világon. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy minden ember számára végtelen nagy szabadságot adtál arra, hogy hogyan bánunk az életünkkel, és hogyan bánunk egymással. Bocsáss meg nekünk, amikor ebből a nagy szabadságból mi szabadosságot csináltunk. És azt gondoltuk, hogy mindez feljogosít bennünket arra, hogy a saját előnyünk véget, a saját kívánságaink teljesítése, önző akaratunk beteljesítése véget, azt tehetünk, amit akarunk.
következménye. Ha körülnézünk ebben a világban, amit szétszilált, nem úgy általában a sötétség és a bűn, hanem a mi sötétségünk és a mi bűnünk. Kegyelmes Istenünk, szerető Atyánk, te szemeddel hadd nézzünk rá a világra. És nem mondjuk többé azt, hogy mindenestől gonosz és romlott, mert csak annyira gonosz és annyira romlott, amennyire mi emberek a te alkotásait, szemed fényei elrontottuk. Könyörülj meg rajtunk, hogy a te tekinteteddel nézzünk a családjainkra, a szeretteinkre, arra a kis közösségre, ahova állítottál. És merjük azt gondolni, hogy a mi kezünkbe tetted a lehetőségét a változásnak. Erre nem késő, addig, amíg tart a földi élet. Szerető mennyei édesatyánk, hadd ébredjünk rá arra, hogy mit is jelent a te gyermekednek lenni. Egy végtelen gazdagságú mennyei atyának a gyermeke lenni, akire nagyon gazdag örökség maradt. A szeretetnek minden kincse. Bocsáss meg, hogy fukarkodtunk vele, hogy kuporgattuk, hogy megtartottuk magunknak, talán mi magunk sem mertük elővenni félelemből, hogy ellopják. Nem mertük a szívünket kitárni, félve, hogy megsebeznek. Hadd tudjunk minden félelmet letenni és elengedni. És hadd járják a szívünket az az öröm és hála, hogy ránk merted bízni ezt a világot. A nagy világot és azt a kis világot, amelyben élünk. Ránk merted bízni a családunk világát, a szeretteink életét, mert a mai napig te bízol bennünk. És a te irántunk való bizalmad a legjobbat hozza ki belőlünk. Kérünk, áld meg ezt a gyülekezetet. Kérünk, hogy áld meg a mi magyar népünket. Hogy a te jelenlétedben, világosságokban, hadd találjuk meg ismét a küldetésünket. Vigasztald meg a gyászolók szívét. Különösen azokét, akik az elmúlt hetekben kísérték, elveszített kedvesüket a legfájdalmasabb utolsó földi útra, adj nekik élő reménységet. Gyógyítsd meg a betegeket, kórházban levőket, otthonaikban szenvedőket. Küldj életet, gyógyulást mindazoknak, akik ott vannak a gondolatainkban, mert betegek. Hallgass meg imádságunkat, a most gyermeküket keresztelt családokért, hallgass meg imádságunkat egész magyar népünkért, fiad Jézus nevében. Amen. Együtt mondjuk el azt az imádságot, amelyre Jézus tanított bennünket, hallható szóval eképpen, mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket ad meg nékünk, és bocsáss meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A gyülekezet figyelmébe ajánlom az adakozást a ige szavaival nagyobb boldogság adni, mint venni. Mindezeknek utána az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a szívünket, a gondolatainkat, Szent Fiában, Jézus Krisztusban. Amen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetést. Hirdetem a kedves gyülekezetnek a tegnapi napon munkatársi kiránduláson vett részt Szatmárban, az Agapé házi segítség nyújtó szolgálatunk és a gazdasági hivatal közel 40 fős munkatársi közössége. Köszönjük Becseidé Katovaniból elkészülő szervező munkáját, a közösen átélt élményeket, és e helyről is megköszönjük Gyöngyösi Szabolcs Fülesben és Kölcsében szolgáló lelkész testvérünknek az idegenvezetést. Mai Isten tiszteletünkön kereszteltük kedves Zalánt, kedves Lignát és Alexa Kitti első gyermekét a budai nagyatalan számból.
keresztülei, kedves Szilárd Béla és pásztor Barbara. Ma kereszteltük Balogh Irmát, Balogh Gábor Zsolt és Gáspár Andrea Brigitta második gyermekét Komáromból. Keresztülei Balogh Ferenc, Fóris Eszter, Pak István és Gáspár Mónika Diana. Balogh Emma most keresztelt kistestvérünkben, Balogh Ferenc gondnok unokáját üdvözölhetjük. Isten áldja meg gyülekezetünk legifjabb tagjainak és kedves szeretteinek az életét. Hirdetem, hogy holnap vagyis hétfőn 18 órától tartjuk a Dalos Magyar Hitvallók éneklő alkalmát a parókia udvaron vagy rossz idő esetén a templomban. Kedden 17 órakor tartjuk a gyülekezeti biblia órát a gyülekezeti teremben. Szerdán 10-kor várja életadó körünk a keresztény családi életre törekvő kismamákat, anyukákat és gyermekeiket a parókia udvar játszóterére. Szerdán 18 órakor presbiteri gyűlést tartunk a gyülekezeti teremben, melyről presbiter testvéreinket külön meghívóval is értesítjük. A felnőtt istentisztelettel egy időben vasárnaponként 10 órától gyermekistentiszteletet tartunk az általános iskolások számára, a gyülekezeti házban, az óvodásoknak pedig gyermek megőrző foglalkozást biztosítunk a játszószobában. Hirdetem, hogy Mércse Tímea segédlelkész augusztus 2-án a vasárnapi istentisztelet keretében búcsúzik a gyülekezettől. Egyházközségünk presbitériuma célodakozást hirdetett parókia felújításra. Erre a célra adakozni a gazdasági hivatalban lehet, munkanapokon 8-tól 16 óráig, illetve adományainkat a kiállatoknál található célpersejekbe lehet elhelyezni. Hirdetem, hogy gyülekezetünk tagjai számára egyéni pár és család lelki gondozás folyamatosan igénybe vehető előzetes telefonos egyeztetéssel. Gyülekezetünk regisztrált fogadó szervezetként folyamatosan lehetőséget biztosít, középiskolás diákok önkéntes munkavégzésére szeretettel várjuk a jelentkező tanulókat. Iskolánk nyári táborai szeretettel várják az érdeklődőket, a részletekről az iskola honlapján lehet tájékozódni. Egyházmegyei pihenőhét lesz Beregföldön, a Megbékélés házában szeptember 28-a és október 2-a között, a részvételi díj 22 000 forint, amely az utazás, szállás, étkezés költségeit is magában foglalja. Jelentkezni a lelkészi hivatalban lehet név, cím és telefonszám megadásával. Örömmel adok hírt arról, hogy a föltekintők a karzat mellényekre elkészültek a Zsoltár mutató táblák. Köszönjük Károly Györgyi restaurátor művész és Szabó László pasztoros mester közös munkáját. Szomorú szívvel adunk hírt felőle, hogy az elmúlt héten eltemettük Szabó Istvánt, 74 évesen a Tózsa György utcából, Sándor Csabáné Szűcs Juditot 69 évesen a Bajcsi Zsilinszky Endre utcából. Isten adjon igazt a gyászoló családoknak, szent lelke és a mi szeretetünk által. Az Úr legyen gyülekezetünk és magyar nemzetünk őrzőpásztora. Száró énekünk énekeljük el a 464. számú dicséretünket. 464. számú dicséretünk. Mind a hat rövid versét, Jöjj Királyom Jézusom, szívem, élem elnyitom.